Ezek a Hamaurage termékek egy kiváló periféria kezdőszettet alkotnak így együtt. Lássuk, hogy megállják-e a helyüket. Sziasztok! Üdvözlök újra itt mindenkit a csatornán! Nektek köszönhetően, amiért annyira sokan megnéztétek a Hamaurage Exodus 850-es billentyűzetről szóló tesztemet, a Hama úgy döntött, hogy küld nekem nem csak hogy egy billentyűzetet, hanem egy egész periféria kezdőszettet, amiket most itt ki is fogunk próbálni. Szóval köszönöm szépen, srácok! Ez a ti érdemetek is. Amiket itt láthattok, az körülbelül egy 70 ezer forint értékű periféria. Ami úgy oszlik meg, hogy az egérpad egy 10-es, az egér egy 10-es, a billentyűzet körülbelül 22 ezer forint, és a fejhallgató körülbelül 24 ezer forint. Azért mondom, hogy ez egy kezdőszett, mivel 70 ezer forintból minden, amit itt láthattok, azt meg tudjátok venni. Még ugye egérre simán rákölthettek egy 30 ezeret is, billentyűzetre akár 70 meg 100 ezer forintot is, fejhallgatóra pedig aztán végtelen mennyiségű pénzt. Viszont akkor lássuk is, hogy mit tudnak. Az egérpaddal fogunk kezdeni. Ez az egérpad a Litality 400-as világítós egérpadja a Hamának. És egyébként ez egy XXL-es méretű egérpad, ami azt jelenti, hogy 90x30x34-es méretű, ami a legtöbb embernek valószínűleg elég nagy. Egy ilyen kartoncsőre van az egész rárakva. Sima, fekete, egyszerű egérpad, és az alja az ugye gumis, szóval baromi jó, mert nem csúszkál. És ugye mondtam, hogy világítós, vagyis van hozzá egy USB kábelünk, amit be is kell dugni, hogyha akarjátok így világítósan használni. Világít. Ilyen váltakozó színekkel, viszont itt jobb oldalt van egy ilyen kis urécses kezelőfelület egy darab gombbal, ami a színeknek a változtatására szolgál, vagyis van ez a váltakozó szín, piros, zöld, kék, sárga, türkiz és rózsaszín, meg fehér. És ugye, hát ezek az alapszínek. Ugye itt ezzel az urécses felirattal, itt jön ki az USB kábel, és nagyon fontos, hogy ezen a kis kezelőfelületen, ahol a gomb van, van még egy USB, ahova gondolom az egéret be tudjátok dugni, és akkor ezzel is sokkal több USB helyetek van. Én mindig kifogyok az USB helyekből, szóval ez baromi jó, hogy tettek rá plusz egy USB-t. Szerintem a méret az teljesen oké, nekem már egy ekkora elég lenne, mondjuk otthon egy kicsit nagyobban van, de az nagyon menő, hogy világít. És akkor a világításról még nem is beszéltünk, van egy ilyen kis LED csík, ami így hozzá van varva az egérpadhoz. Szóval konkrétan így mellette fut, tehát az egérpadnak az élén van ez a kis LED szalag. És ezzel így ugye körvonalazza az egérpadot. Szerintem baromi jól néz ki. Viszont akkor haladjunk tovább, és nézzük, hogy mit tud az egér. Ez az egér az Urage Reaper 500-as nevet kapta, és szemben az egérpaddal ez egy RGB-s termék, vagyis a világon az összes színt tudja, és még különbség itt, hogy a dobozában kapott egy ilyen felső mágneses tetőt, amit így ki tudtok nyitni, és ezzel már rögtön meg tudjátok nézni, hogy hogy is néz ki, mielőtt kibontanátok. Viszont akkor nyissuk is ki. Oda a többihez. Szóval ez az egér, a kábele az egy jó kis 2 méteres, vagyis ezzel nem lesz probléma, hogy elérjen valahova. És így néz ki az egér, egy ilyen nagyon áttöredezett dizájn kapott, viszont gyorsan be is dugom, hogy lássátok, hogy ennek mi volt így a célja. Hogy ugye RGB-s az egér, és ez az alsó rész, és itt alul egy ilyen sáv, végigvilágít, és emiatt ilyen baromi jól néz ki, ilyen mély kaptárszerű az egész. És ez alatt a váz alatt van az Urage logó, ami így ugye most már egy RGB-s háttérvilágítást is kapott, és az egér bal oldalán, tehát ahogy fogjátok, itt van ez a két oldalsó gomb, amivel ugye a böngészőkben mondjuk tudtok navigálni. Az egér alján van ez a herc gomb, ami az egér színének a változtatására van, és ugye ez azért is baromi jó, mivel egy termékcsalád, tehát hogy ugyanazokat a színeket
tudja, teljesen össze tudjátok hangolni ezzel a setupotokat. Ami viszont egy kicsit csalódás, hogy a DPI, vagy az a egér gyorsaság állítás gomb is az egér alján van, és szerintem ez egy kicsit zavaró, hogy mondjuk be akarsz állítani egy gyorsaságot, lerapod az egeret, megnézed, hogy na ez így kicsit gyors, és akkor felveszed, megint lenyomod, megfordítod, hát ez még mindig gyors, megint megnyomod, lerakod, na ez így már oké. Hogyha egyszer be van állítva, akkor teljesen jó, viszont más egerekhez képest, ugye mint mondjuk az én Logitech egeremhez képest, itt ugye fölül van ez a gomb, és tök gyorsan be lehet állítani, míg ezzel szemben ugye ezen az egéren itt van az alján, és egy kicsit bepecselősebb beállítani. Ami viszont baromi jó, hogy a DPI-t 800 és 10.000 között tudjátok beállítani, ami szerintem egy ilyen átlagérték, és ennek egyébként 7 fokozata van. Én a második fokozaton használom most ezt, illetve hogyha játszanék, akkor biztos, hogy vagy a harmadik, vagy a negyedik fokozaton használnám. Még esetleg annyi, hogy szerintem egy kicsit könnyű ez az egér. Valami nehezebb súlyt azt hozzá lehetett volna csatlakoztatni. De ezt leszámítva, igazából tetszik ez az áttöredezett stílusú design, szóval amúgy tök jól néz ki. Viszont akkor haladjunk is tovább, mert most jön a billentyűzet, a kedvencem. Ez a billentyűzet a Hama Urage Exolus 860, ami a következő verziója az én billentyűzetemnek, a 850-nek, amit ugye bemutattam nektek. Amit egyébként most csak a videó kedvéért elhoztam ide, hogy csináljunk egy kis összehasonlítást. És tök érdekes, hogy amúgy ez egy kicsi billentyűzet, és ebben még ilyen kartámasz is van, és mégis a 850-nek nagyobb a doboza. Nem tudom hogy, de nagyobb. Nézzük meg és nyissuk ki a 860-at. Wow, szép. Imádok billentyűzetet kibontani. Srácok, itt amit elsőre látok, az az, hogy konkrétan fogták a 950-es szériának az összes jó tulajdonságát, és a 900-as széria összes jó tulajdonságát, és azt így egybe gyúrták, és ez lett a 960. Hogyha megnézitek, akkor ez ugyanaz a kicsi, kompakt, szerethető méret, mint a 950-esnél, amiért én anno annyira megszerettem, és emellett még megkapta a 900-as szériából ismert ezt a kis görgöt mellette azzal a gombbal. Nekem ez eddig nagyon tetszik. Viszont amit még nem mondtam el nektek, az az, hogy ebből a 860-asból, ugye ez egy red switches mechanikus billentyűzet, viszont ugyanebből a 860-asból lehet kapni egy blue switches változatot is, ugye ami olyan, mint ez, tehát egy kicsit ilyen kattogósabb, kicsit ilyen zörgősebb, kicsit ilyen írógépesebb hangja van. Red switches változatot én még nem használtam, de elvileg az valamivel halkabb és könnyebb lenyomni. Már csak ki kell innen operálnunk, egy ilyen műanyag fal védi a billentyűzetet, hogy ne essen baja. És itt van alatta, ez a gyönyörűség. Így néz ki. Ugye ugyanakkora, mint a 850-es, viszont ehhez jár egy csuklótámasz is, ami csak a 900-ashoz járt még, ugyanígy, mindjárt felrakom, és a dobozban van még egy ilyen kis billentyű kiszedő, és ami itt újdonság, hogy a billentyűzetnek a kábele az gyakorlatilag kivehető. Ez egy USB Type-C csatlakozásos USB kábel, és ezt csak így bedugjátok ide a billentyűzet hátuljába. Tehát itt mondjuk nincs olyan játék, hogy balra vagy jobbra rakjátok, vagy előre, csak itt van, viszont levehető. Szerintem baromi jó, mert könnyen hordozhatóvá teszi a billentyűzetet, és sokkal több lehetőséget ad. És akkor ugye itt a csuklótámasz, ami csak a 900-ashoz járt még, a 850-eshez még nem. És ez mágneses egyébként, szóval ezt csak így fel kell pattintani. Baromi jó. És akkor ugye mondtam, hogy ez egy red switches billentyűzet. Előszedem a blue switches 850-et, hogy tudjunk csinálni egy kis összehasonlítást, mindig külsőleg, és a switcheknek a hangját illetően is. Ami elsőre feltűnik a külsőt illetően,
hogy a 860-nak ilyen matt gombjai vannak, a 850-nek pedig fényesek a gombjai, és a görgő is ugye újdonság a 860-on, ami csak a 900-ason volt eddig. Kicsit összezavaró, hogy mennyi ilyen név van, meg szám. A lényeg, hogy itt a 850-en ez a karmolás van a görgő helyett, és ugye az Urage logó az itt a 860-on, a kartámaszon is ott van. És ugye ahogy mutattam a videóban, még a 850-esnek a videójában, ez a kábel, ez három irányba tehető, tehát így jobbra, ide középre és kitehető balra is. És középen van ugye az Urage logó. Még itt a 860-nál kifejezetten ugye középre nem lehetett rakni, mert ott a kábel, ezért jobb oldalra került az Urage. Még a switcheknek a hangját megmutatom, mert ugye ez egy blue switches billentyűzet, és sokkal kattogósabb, fogjátok hallani. Szóval ez volt a blue switch, és ugye ahogy mondtam, a 860-ból is lehet kapni blue switches változatot, hogyha nektek az jobban bejön, de alapvetően ez egy red switches billentyűzet, amit kaptam kipróbálásra. És ugye halljátok, hogy ez sokkal halkabb, sokkal finomabb, nem annyira kattogós. Nekem igazából a blue switchnek a hangja jobban bejön, de hát ugye egyéni preferencia, kinek mi. Tegyük félre a 850-et, és dugjuk be a 860-at. Ahogy bedugjátok a billentyűzetet, igazából rögtön felvillan, mintha szinte egy ilyen életjelet adna magáról, és szerintem ez tök király. És ugye mivel kipróbáltam már a Hamaurage Exodus 850-et, így körülbelül tudom, hogy melyik gomb mit csinál, viszont utána is néztem. Ugye itt az FN gombbal ugyanúgy tudtok szintállítani, és a 6 gomb helyett itt viszont csak 2 gomb az, ami szerepet játszik, de ugyanannyi szín van, csak annyi, hogy csak erre a kettőre lett leosztva. És így látjátok, hogy körülbelül milyen színmódok vannak, tehát megkaptuk ugyanazokat, így esőzik a szín, kb. Föntről lefelé. Ez a vörös szín, amikor végigmegy a billentyűzeten különféle irányokból, amikor pulzál a billentyűzet. Tehát rengeteg féle mód van, az a billentyű villan fel, amit lenyomsz, hullámzás szerű. Ez alatt vannak most a statikus színek, tehát például a piros, zöld, kék, sárga, rózsaszín, türkiz, fehér. Tehát ugyanazok, mint ami az egérpadon van. És ugye ezért is mondtam, hogy tök király, hogy ez egy periféria set, mivel ugyanazok a színek és tök egységessé tudjátok így tenni. És ugye, hogyha az FN gombot lenyomjátok, fölül ugyanúgy megvannak ezek a multimédia gombok, tehát F1-től F11-ig, és ugye ami még ilyen színmód választó, az az FN 1-től 8-ig, tehát például statikus szín, statikus szín, statikus szín, ilyen VASD mód, aztán megint VASD mód, kicsit máshogy, VASD mód kicsit több gombbal, és hogyha visszaállítjuk ide mondjuk az 1-esre, akkor most jön képbe így a görgő. Tudjátok állítani a görgővel vagy a színt, vagy pedig a hangot. Jelen esetben nálunk a szín van beállítva, és így le tudjátok fédelni vele a színeket. És szerintem ez baromi jó. És ugye ez korábban a nyilakkal kellett megcsinálni, tehát FN és nyilak, és hogyha ugye váltotok módot, akkor pedig a hangot tudjátok szabályozni ezzel a görgővel. És szerintem ez állati király. Szóval srácok, hogyha nekem most kéne billentyűzetet vennem, akkor én biztos, hogy ezt venném, mert megvan benne minden, amit imádok és imádtam a 850-esben is. Tehát konkrétan ez a kicsi kompakt méret, a 900-asból pedig a csuklótámasz, amit ugye vagy használtok, vagy nem, és ez a görgő, ami csak a 900-asban van még, és ami itt újdonság a 860-asban, ami még egyikben sem volt, hogy levehető a kábel. Szerintem ez baromi király. Viszont még nem végeztünk, mert van egy fejhallgatónk, amit ki kell próbálni. A fejhallgató az a Hamaurage Sounds 900, ami ugyanúgy, mint az egérnél, itt ez is egy ilyen kinyitható mágneses fedelet kapott, hogy bele tudjunk nézni. És egyébként ez egy 7.1-es fejhallgató, és kompatibilis PC-vel, PS-sel, Xbox-szal, telefonnal.
Ugye ugyanúgy egy ilyen műanyag váz tartja belül a fejhallgatót, amit szépen így ki kell húzni. Kicsit összerázódott benne az anyag, de itt van kis leírás hozzá. Ez a hangkártya 3 változtatható EQ-val, EQ móddal átalakító, levehető mikrofon, kis szivacs a mikrofonon. Szóval, hogyha felvesszük a fejhallgatót, akkor ez így jön, hogy fejhallgató, hangerő szabályozó, ennek van egy hosszú kábele, ezt bedugjuk ebbe az ilyen elosztóba, és ennek a végén ugye az egyik a fejhallgató, a másik a mikrofon, és a fejhallgatót bedugjuk ebbe az EQ-ba, így. A másik végét pedig ugye a gépen, a mikrofon csatlakozásba, és annak a másik végét, tehát az EQ-nak pedig USB-be, és még van ugye egy kis mikrofonunk hozzá is ezzel a cukli szivacssal, ami tök király, még hogy le lehet venni, tehát nem muszáj használni, hanem szeretnétek. Tehát lehet hozzá akár külső mikrofont is használni, ha azt akartok. Viszont, ha ezt használjátok, akkor itt ezen az EQ mód állítón van ilyen kis mikrofon némítás gomb, a másik oldalán pedig ugye a hangerő szabályozó. És ugye 3 EQ mód közül tudtok választani, ahogy mondtam, a game, movie vagy zenehallgatás. És akkor igazából funkciókban ez a fejhallgató. Fém ez a kis fejhallgató tartó bánt, és egyébként jól is néz ki ez az Urage design. Így a fejhallgató tetején van az Urage, passzol így az egész setuphoz. Ugye két oldalon a fejhallgató, két oldalán még látszik az Urage logó. Próbáljuk is ki, hogy hogy szól. Ehhez mondjuk ezt le kell vennem. Én most első körben zenével fogom tudni kipróbálni. Szóval beállítjuk az EQ-t zenére. Ehhez mondjuk Spotify-t fogunk használni. Ha nyomba kell tartani ezt a hangerő állító gombot ahhoz, hogy tehát kb. Így húzni kell a hangot, de itt is lehet állítani, ezen a másikon is, mondjuk azon maxon van. Tehát így főleg az EQ-val tudtok beállítani valamit. Amúgy szerintem rohadt jól szól. Hát srácok, igazából amit így éreztem az az, hogy a Musicnál tök jól szól, mármint mindegyikben jól szól, a Movie-nál elég sok a basszus, gondolom azért, hogy kijöjjenek az ilyen dübörgések, és Game-nél pedig ilyen nagyon lapos a hang, tök jó a hangzása ahhoz képest, hogy amúgy nem egy ilyen nagyon drága fejhallgató, tehát 24-ért meg tudjátok ezt venni. Szóval ezek voltak a perifériák, amiket ma kipróbáltunk. Remélem, hogy tetszettek, és hogy tetszett ez a videó, és hogyha szeretnétek még sok ilyet látni, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem láttátok, akkor nézzétek meg a Hamaurage 850-es billentyűzetről szóló videómat is. Az is nagyon király az a billentyűzet, de ez még sokkal jobb, nekem nagyon tetszik. És hát srácok, találkozunk a következő videóban. Addig is. Sziasztok!